Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható a 4-es szám. Az utal a biztonság érzetére. Erre most neki szüksége van. Nem csak az anyagi biztonságra, hanem a biztonság érzetére a párkapcsolat területén. Ezen a képen látható a vidámság. Erre is szüksége van. Lehet, hogy van egy ünnepség, vagy egy meghívás. A háttérben ott vannak a botok, de ez mutatja ezt a feszültséget, vagy ezt a szűkösséget. Ez lehet, hogy ezzel a koronavírussal áll most összefüggésben, hogy nem úgy tudunk mozogni, ahogy szeretnénk, vagy ahogy korábban volt, és ebből a helyzetből szeretne kilépni, szeretne felszabadulni, és erre utalnak a fehér galambok. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kép arra utal, hogy ő áttette magát a bizonytalanságokon, a félelmeken, kezébe veszi a dolgokat, és előre pörögnek az események. Ez a bot szimbolizálja a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését és a testi kapcsolatot is. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen látható egy királynő. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, kimutatja a bátorságot, a lelkesedést és a vágyakat is, a testi kapcsolatot is. Ő most így tekint rád. Mindkettőtöknél ott van a tűz eleme, és ez utal a testi kapcsolatra. Lehet, hogy még vannak korlátozások, és nehéz találkozni, mint ahogy az első kép erre utal. Megvan ez az öröm, ez a lelkesedés, viszont a háttérben ott vannak a korlátok. De most megtekintjük azt, hogy mi a napi energia, és mit közöl ez veletek. Ez a horgony azt jelenti, hogy ő szeretne valahol lehorgonyozni, legyökerezni, keresi a helyét az életben. Szüksége van a biztonság érzetére, ugyanúgy, ahogy a 4-es szám is ezt mutatta. A horony gyakran utal a munkahelyre is. De ami a párkapcsolatot illeti, ő úgy érzi, hogy nálatok legyökerezhet. Ti adjátok számára a biztonság érzetét. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videófelvétel álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Kell a felvételekhez egy kis türelem, mert rengetegen jósoltatnak velem, különösen, ha akciós jóslás van, most hozzájön ez a Valentin napi jóslás, sorjában készítem őket,
Ha gyorsan akarjátok tudni, hogy mi történik, akkor hívhattok telefonon is. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!